Tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Kicsit nehéz a feladatom, mert ezt a témát nagyon sokszor, sok helyen, sokféle módon előadtam, és mindig változatos a hallgatóság. Van, aki akkor hallja először, valaki már sokatszor ugyanazokat a dolgokat, mert bizonyos részei már nem változnak ezeknek az eredményeknek, és része az viszont jelentős változásokon megy keresztül. Úgyhogy én úgy kezdtem magam részt ezt a bemutatót, hogy próbálom egy kicsit a kutatás történetet is összefoglalni, ezt viszont most megpróbálom nagyon rövidre venni. Egyébként maga a helyszín kutatásának a története az nem is túlzottan hosszú, és hogy miért fontos a helyszín, aztán az előzetesekben elhangzottak miatt nem feltétlenül kell magyaráznunk. A csata helyszíne az tulajdonképpen bizonyos értelemben nagyon meghatározott, mindenki tudja, hogy Mohács csata Mohácsnál volt. Azonban ez egy elég tágas terület, ezen belül kellett való elférjenek az ütközetnek. Eddigi kutatások jó része az történettudományi megközelítéssel zajlott, tehát alapvetően az írott források értelmezése volt a módszer, illetve esetleg bizonyos térképek tanulmányozása, és ezek alapján számos csatatérkép keletkezett. Itt néhányat vettem a példákból. Azt elmondhatjuk, hogy nincs köztük két egyforma. Tehát az írott források úgy tűnik, hogy nem engedik meg a helyszínek a pontos meghatározását. Ez nem is csoda, nincs túl sok információnk egyébként. Talán Brodaris István királyi kancellárt kell megemlítenünk, aki végülis ad egy leírást a helyszínről, ebből lehet leginkább kiindulni. És tulajdonképpen ez adná is azt a lehetőséget, hogy mivel tudunk esetleg ehhez hozzájárulni, tehát hol tudjuk ezt a fizikai valósághoz bekötni ezeket az információkat, amiket az írott forrásokból ismerünk. És hát tulajdonképpen a történelemtudományok terén, vagy keretein belül a régészet az a tudomány, amely tulajdonképpen erre lehetőséget ad. Tehát ahol a fizikailag megfogható bizonyítékait tudjuk összegyűjteni például egy ilyen eseménynek. És ennek egyébként itt tudunk a helyszínről, tehát róla is tovább tudunk, hogy egy magyar mérföldre vagyunk Mohácstól, ez 8-9 km körüli távolság, fél magyar mérföldnyire a Dunától, ez ennek értelemszerűen a fele. Azt nagyjából ki lehet venni a szövegből, hogy a magyar hadrendtől, vagy harcrendtől jobbra dombok találhatók, balra köztük és a Duna között egy mocsaras mélyedés, és a magyarok előtt, a magyar hadrend előtt egy kis falu látható a síkon, aminek van egy temploma, és valamilyen módon ez a falu kötődik a dombokhoz. És hogyan ez fordítástól függő, de egyik fordítás szerint leereszkedik a falu a dombokról, a másik, hogy a dombok aljához kötődik. És amiben van egyfajta konszenzus, hogy a török hadsereg az délről nyúl előre a síkra. Ha az összes ilyen rekonstrukciót valamilyen módon térképre visszük, ami eddig született, elsősorban a történeti szövegek alapján, vagy szöveg alapján, akkor nagyjából ez a terület, ami lehatárolható. Tehát nagyjából Mohácstól délre eső résztől valahogy itt egészen lehet Dályokig, mai Horvátország területéig, és hát a mai Majs és Nagynyárád által határolt területről van szó, ami még ha hatalmas terület akkor is, hogyha figyelembe veszük a itt közvetett megvívó, hát közel 90-100 ezer ember jelenlétét, 60 négyzetkilométer a terület tulajdonképpen, és a bizonyos értelmezés szerint a Brodaris-féle távolságokat is hozzátesszük, és itt már bizonytalansággal találkozunk egyből, akkor valahova erre, hoppá, bocsánat, ahol nagyjából erre a területre jutunk. A Mohácstól való egymérföldi távolság az mondjuk egy bizonyos hiba határa, mondjuk egy körzőszerű eszközzel meghúzható. A problémásabb része az, hogy a Dunát mit tekintünk annak, hogy a Duna az nem egy statikus dolog a történeti idők folyamán sem. Számos mellékága volt, főága is változott. Bizonyos szempontból nézve, illetve kicsit már mi kutatásunkból kiindulom, hogyha a mai vizsgakörétet veszük egy olyan vízrajzi elemnek, ami feltehető vagy elképzelhető, hogy ekkor a Duna
részét képezte, esetleg vízzárt a terület volt, akkor valahogy a Majs környékére jutunk. Persze, hogyha ez nem így van, akkor is nagyjából ez a terület, itt Sátorhely és udvar között, illetve Nagynyárd és Majs között az, ami szóba jöhet. És hát itt jön az, hogy próbáljuk fizikailag megkeresni. Igazából régészként egy régész volt az, aki felvállalta ezt a dolgot, ez a már említett Pap László. Ő indított egy kutatási programot, és a korszakban elérhető módszerek alapján leginkább felszíni legyűjtéssel, adattári adatok összegyűjtésével, illetve ásatással próbált azonosítani egy helyszínt. És az ő gondolata, amit egyébként tulajdonképpen valamilyen módon mi is tovább viszünk, az az, hogy ha sikerül ezt a bizonyos Brodarics által Földvárnak nevezett falut azonosítanunk, akkor tulajdonképpen ott vagyunk a csatatéren, megtaláltuk, esetleg a határait kell valahogy még meghatároznunk. És itt tulajdonképpen előttünk a régészeti kutatás véget is ér. Pap László tulajdonképpen nem volt sikeres ebben a tekintetben, saját bevallása szerint sem volt egy elképzelése, ehhez képest próbált különböző településeket megkutatni, találja a csata nyomait, és hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nem volt e tekintetben sikeres. Nem álltak rendelkezésre egyébként olyan módszerek, amik ebben ezt a sikert igazán elősegíthették volna. És akkor nagyon gyorsan két nevet megemlítem, akinek az kutatási eredményein a mi programunk is alapszik. Itt a bal alsó sarokban, nem, jobb alsó, megfordul a jobb alsó sarokban lévő négyesi Lajos Erződes úrról lenne szó, és a más sajnos azóta elhunyt Szűcs Józsefről. Ők ketten mutattak rá, egymástól teljesen különböző irányokból elindulva egy helyszínre a mai Majs község határában, Majstól keletre a lévő síkságon, egy olyan középkori településnek a maradványaira, amelyeket egyébként Pap László is ismert, de nem, valamilyen oknál fogva nem kutatott, nem jutott el ideig. Ez az a helyszín, ahol rendben van, van egy településnyomunk, de ezen a településnyomon bizonyos értelemben ráhelyezhetők ezek az információk a helyszínnek kapcsolatban, amiket elmondtam. A lombokhoz kötődik, a távolsága az fővonalakban megfelel a Brodarics által mondottaknak, és ennél többet is láttak ők, a felszínén és a környékén hadileleteket tudtak azonosítani, amelyben néhányat közöltek is, mind a ketten a 70-es évek végén, illetve a 90-es évek közepetáján. Mik ezek a hadileletek? Itt azonok is rajzolt ábrán, elsősorban ólomlövedékek, azon felül nyílhegyek, számszerhegyek, patkók, sarkantyúk, és ez hasonló tárgyakról van szó. Ez az információ közlésre került, a régészeti kutatást azt tulajdonképpen nem lenyítette előre, egészen 2009-ig, ahol a Janusz Pannonius Múzeum égisze alatt sikerült nekünk is bekapcsolódni, illetve mondjuk azt után újrakezdeni ezt a kutatást. A 90-es és 2000-es években nem nagyon történt semmi ebben a tekintetben. És itt Néhesi Lajos sugallatára kapcsolódtam én is be ebbe a történetbe, és próbáltuk mi is fölvenni a fonalat. Egyébként lehet, hogy azért, mert mondjuk régészek voltunk, akik ebben részt vettünk, elsősorban ugyanaz az irányt követtük, amit Pap László. Ha megtaláljuk azt a falut, amit ő említ, akkor megvan a csatatér is tulajdonképpen. Kicsit más módszerekkel indultunk neki, mert rendelkezésünkre álltak már. Tehát távérzékelési módszerekkel, légifelvételekkel, lézeres légiszkennelésen alapú domborzatmodellekkel próbáltuk a csata területét egyrészt vizsgálni, modellezni a helyszín esetek korábbi állapotait, illetve azonosítani településnyomokat, de hát valahonnan el kell indulni, mi is ezt a Néhesi Lajos és Szűcs József által javasolt helyszínt vettük kiindulópontnak. 2009 és 2016 között tulajdonképpen mi is egy településkutató programot futtattunk, nem is csatatérkutatót, ha úgy tetszik, és hát a cél az az volt, egyrészt határozzuk meg a település kiterjedését, illetve a lehetanyag alapján vizsgáljuk azt, hogy lehetette ez a település a Mohácsi csata idején egy létező település. Van számos olyan fal a környéken, amiről tudjuk, hogy nem, mert a lehetanyaga például csak Árpád-kori, tehát az alapján a
Mohács csata idején valószínűleg ezek már elpusztult települések voltak. Nagyon röviden, a lehetanyag az megengedte ezt a lehetőséget, tehát a felszínen összegyűjtött élményanyag, kelemianyag, hogy ez a 16. század elején egy működő település volt, ráírik a leírás, és hadjeletek is voltak a felszínen. Ekkor még kevesen voltunk, és hát tulajdonképpen a fémkereső műszer azért használatra került, de nem tudtuk szisztematikusan alkalmazni a nagy területen. Hát ebben volt egy jelentős változás 2016-ban, ekkor több minden történt. Egyrészt több kollégám felvetése alapján, illetve a kapcsolatrendszer alapján sikerült ekkora rendezvényt tulajdonképpen összeszerveznünk, ahol közel 50 amatőr fémkeresős részvételével elkezdtük ennek a falunak és a környékének a vizsgálatát. És ez a folyamat azóta tart, óriási terület. Ugye, ha csak ezt a szűken vett részt nézzük, akkor itt is, ahol mára eljutottunk, ez kb. Egy másfél négyzetkilométer, amin belül hadjeletek szólódását meg tudjuk figyelni a falunom környékén. És itt már nem csak tulajdonképpen a Janus Pannonius Múzeumról van szó, akik ebben részt vesznek, ugye 2016-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, mint tudományos partnerrel működünk együtt. És tulajdonképpen a tömegsírfelszállások kapcsán a Dunadáva Nemzeti Parkkal is létrejött egy működés ebben az időszakban. Ennek van írott formája is, és hát tulajdonképpen a horvát oldal felé is nyitottunk. 2021-ben a Eszéki Régészeti Múzeum munkatársai is bekapcsoltak a kutatásba, és idénre már horvát területen is végeztünk fémkeresős kutatást. Mit jelent ez a váltás a módszertanban? Ugye most már nem települést vizsgálunk, hanem kisbeletlenül specifikusan a csata nyomáit próbáljuk azonosítani, és hát így 500 év távlatában, amik elvesztek a csatatéren az ütközet során, azoknak a maradványai azok elsősorban fémtárgyak. Ez már a korábbiakban is kiderült. Nagyjából ugyanazokat a tárgytípusokat tudjuk legyűjteni a tekintetben, amit már Négyesi Lajos is publikált. Viszont a módszer az annyiban változott, hogy egy nagyszámú munkatársal dolgozunk együtt, akiknek jó része az egyébként önkéntes, és nem szakmabeli, és hál' Istennek a jogszabályok ezt megengedik nekünk. És nem csak, hogy összeszedünk leheteket nagyjából egy területről, hanem térképezzük ezeket a tárgyakat, lehetőségünk szerint centiméteres pontossággal. Hát van egy fémkereső csapat, akik megtalálják ezeket a dolgokat, és van egy bemérő csapat, akik viszont minden egyes tárgyat a térképre tehető módon bemérnek. És hát ennek az eredménye az a tárgy együttes, ami első ránézésre bizonyos értelemben akár hulladékfasnak is tűnhet a nagy részük, de nem azok. Összességében egyébként több mint 8000 tárgyat gyűjtöttünk össze, és ennek egy viszonylag kis százaléka hadilelet. Viszont ennek a hadjeleteknek a szóródása, koncentrációja és illetve ritkulása az elég sokat elmond erről a helyszínről, itt a falunyom környékén, illetve az azóta bővülő kutatási folyamat kapcsán más helyszínekről is ezeknek a leleteknek a jelenléte vagy hiánya az, amit tulajdonképpen vizsgálunk. Egy-két szebbet, ugye ez első Nagy Szulajmán uralkodása alatt vett aranypénzek, amik szintén a falunyomon kerültek elő, amik nem bizonyítják a csata itt létét nyilvánvalóan, és ezek a tárgyak sem feltétlenül lehetnek akár későbbiek is, nem lehet annyira pontosan keretezni őket. Annyi elmondható, azért viszonylag ritka lehet egy középkori magyar falu területén két ilyen aranypénz is egymáshoz elég közel. És hogy állunk most? Tehát nagyjából körbelőzöttem azt a területet, amit az imént is említettem, bár kicsit reszketőbb kézzel. A fehérrel jelölt területek az, amit eddig a fémkeresős kutatásunk érintett. Ha megnézzük, azt a magterület, ami egyébként nagyjából minden rekonstrukció által valamilyen módon érintett, és térképi elemei vannak rajta, annak egy jelentős részét átkutattuk, ez kb. Egy 20-21-23 négyzetkilométer itt a Sátorhely, Nagynyárád, Majs udvar viszonylatban. Ebből most 12 négyzetkilométert érintett a vizsgálatunk, tehát ez már azt hiszem, hogy statisztikailag is értelmezhető és értékelhető, és hát igyekeztük úgy elhelyezni ezeket a területeket, persze lehetőségeinktől függően, hogy jussunk el arra pontra, hogy rendben van, nem tudunk minden egyes négyzetcentimétert átvizsgálni, ezt egyébként maga a módszertanunk, illetve a rendelkezésre a lehetőségek sem engedik meg, de egy olyan
hálózatot létrehoz ezek a területekből, hogyha hogy közöttük már ne férjen el ütközet. Tehát ez az elsődleges cél, persze ezt nem könnyű megtenni. Nagyon sok mindenhez kell alkalmazkodunk, nem tudunk mindig minden területre rámenni, az időjáráshoz, a különböző művelési ágaknak a különböző műveleteihez igazítva tudjuk ezeket elvégezni. Én azt mondom, hát ahhoz képest, hogy gyakorlatilag önkéntes munkán alapul ez a történet, egy jelentős területét átnéztük, nincs vége, mindenképp szeretnénk folytatni, ugyanis a Mohács csata az nem egy gombostű fejjel leszúrható esemény, volt neki egy mondjuk egy szervezett ütközet része, de azt is tudjuk, hogy a tábor területén is folyt egy ütközet, illetve hát volt egy menekülés szakasza is, ami során, mint tudjuk, a forrásokból sokan meghaltak, tehát nagyon sok olyan pont van, amit még azonosításra szorul. Amire én most, amire leginkább tudunk vállalkozni egyébként ebben az esetben az, hogy a fő helyszínét az ütközetnek azt azonosítjuk, én azt gondolom, hogy ehhez egyre közelebb jutunk. De amit látható a kis nézeteknek az elhelyezkedéséből, vagy területeknek az elhelyezkedéséből haladunk el is a falunyomtól, elfelé. És hát most visszatérve a falunyom területére, tehát körülbelül egy ilyen lelet szóródásra kell számolnunk. Ez az összes ott előkerült lelet, 3000 körüli tájról van szó. És hát önmagában abban is kiugrik a maga a falunyom, itt ezen a részen, tehát fizikailag köthető a dombokhoz, és hát rajta a általunk hadiletként interpretált lehetek összessége. A kis fekete pöttyök a ólomlövedékek, ólom és vaslövedékek egyébként, ezek vannak legnagyobb számban, és hát ezeknek a szóródása is azt mutatja, hogy az alapvetően erre a falunyomra koncentrálódnak. Ami én azt gondolom, hogy a Brodovics féle csatalírásra valamilyen módon összhangba is hozható, tehát az ő leírás alapján ő eljut a faluhoz, azt mondja, hogy a falu mögött vannak az ágyuk, és az ágyukért harcolnak hosszú ideig, itt zajlanak az események. Hogy a helyszínnek kapcsolatban mit tudunk még elmondani, ugye vannak kritikai megjegyzések is, több fórumon megjelennek ezek. A legutolsó ilyen csatatérkép, ami publikálásra került, az a Sátorhelytől délre eső területre helyezi a ütközet helyszínét a különböző hadrendeknek a felállásával. Ezt legutóbb sikerült megkutatnunk ennek a területnek egy részét, idén a busójárásra egybekötve egyébként, és korábban más az emlékhely környékén is végeztünk vizsgálatokat. Azt mindenképpen el tudjuk mondani, hogy itt nem tapasztalunk olyan lelet koncentrációt, illetve sűrűsödést a hadjeletek terén, ami bármilyen szinten is a majsi helyszínnel összevethető lenne. Úgyhogy itt mi azt gondoljuk, hogy kevéssé valószínű, hogy ütközet zajlott bármikor is egyébként a történelem során. Na itt vagyunk bajban, akkor ugrok egy jó nagyot. Ugyanis vizsgáltuk az érmeanyagot is a települése kapcsolatban. Az érmeanyag, azért ezzel a hisztogramon visszaugrok, mit mond a mi lehetünkről, ugye egy olyan kritikai megjegyzésre ad, hogy ez egy 17. századi ütközet, 17. század végi, tehát a visszafoglaló háborúkhoz kötődik, és hogy ekkor még a településnek is lehettek maradványai. Az érmeanyag megosztása az úgy azt mutatja, hogy valahol a Zsigmond kortól kezdődik, van egy nagy kiúrás, és a vége az viszont 1622 ezen a területen. Itt a falunyom területén látható érmeanyagról van szó, ebben a szóródással, ez a kis keret a falunyom. Hát ez azt mutatja, hogy ez a település a 16. század végén, 17. század elején megszűnik. Nem nincs tovább élet ezen a területen, tehát az a gondolat, hogy itt egy település, vagy településen zajló ütközetről van szó, és esetleg egy későbbi lovassági fegyverekkel vívott összecsapásról, ez ebben a tekintetben nem valószínű megállja a helyét. És hát a tűzfegyverekkel foglalkoztunk sokat, akkor egy dologra térnék csak itt az időrövidsége miatt, ami a legújabb leletünk, és ami egy nagyon izgalmas dolog. Azt megállapítottuk korábban, hogy az ütközet ezen a helyszínen a legnagyobb számban lévő lövedéktípus, az a 10-15 mm közötti ólomlövedék. Ez egy speciális fegyvertípushoz köthető, amit Lanzknecht Alkebusznak szoktunk mostanában nevezni, tehát a szakirodalom is neveződik így. Ez egy kb. 10-15 mm átmérőjű cső átmérővel rendelkező fegyver. Ez a 16. század első felének a fegyvere, kanócos vagy tapló, izotaplóval történik az elsütése, és a korábbi ábrázolásokon is több helyen megtalálható. Vannak analógiai Európa területére, de nem sok, egyébként kb. 10 darab, és ebből a fegyvertípusból találtunk tavaly egy csövet,
és idén pedig egy néhány száz méterre odébb egy kakast, amit tulajdonképpen akár ennek a fegyvernek a része is lehetne. Itt Németh Balázs barátunknak a gyors kis rekonstrukcióját szeretném csak megmutatni, ahol egy létező ismert fegyver, ebben a típusban tartozó fegyverhez illesztette ő tulajdonképpen hozzá az általunk talált csövet. Tehát azt hiszem nem nagyon kell magyarázni a különböző elemeknek a hasonlóságát, tehát a lőpolserpenyőjét, vagy akár ennek a bizonyos kakasnak a létező, vagy ismert fegyverhez való alkatrészhez való hasonlóságát. Tehát szépen áll össze ez a történet mozaik darabkákból. Ez a fegyvertípus kifejezetten a 16. század első felének a fegyvere, tehát egy újabb elem a történetünkben. És ha még egy mondatnyit kaphatok, akkor a lövedékszórodás elemzése is nagyon fontos ebből a szempontból. Ugye a hely fontos, a elhunytaknak a azonosítása, megtalálása is fontos. Az ki fog gyerni Gyuriék előadásából, amire most nem térek ki, illetve Rékáiból is talán, hogy a tömegsírokban lévő halottak azok nagy valószínűséggel nem az ütközet közvetlen halottai, hanem egy utána következő esemény halottai. Viszont valahol nekik is lenniük kell, itt tízezes nagyságrendű halottról van szó. És a lövedékszorodás elemzése az itt ezen a folton belül rámutat egy területre, ahol a leginkább sérült lövedékek zömülnek, illetve a nehezebb lövedékek is itt találhatók. Ez egy kb. 9-10 hektáros terület, ami esetleg, ha mindenképp az írott forrásokat is ide veszük, akkor tudjuk azt, hogy a csata végén Giacomo Zarantino írja egyébként le, velencei kém, hogy a magyar gyalogságnak egy jó része az egy négyzetbe tömörülve védekezik a lovasságán, nem tudják ezt a védelmet hosszú távon fenntartani, mert a törökök odaívják a puskával rendelkező gyalogságokat, és gyakorlatilag puskatűzzel felszámolják ezt a gyalogsági négyszöget. És talán akkor nem teljesen elvetendő gondolat erre a területre koncentrálnunk, ha ezt vizsgáljuk. Itt biztos, hogy nagyon súlyos összecsapás zajlott, tehát ha tömegsírokat keresünk, akkor talán ez az első helyszín, ahol kutatásainkat végeznünk kell. Köszönöm szépen a figyelmet!